Ez a birtok gyerekkorom óta a tulajdonunkban van. Édesapám kezdte el az állattenyésztést. 3200 anyajú volt a legtöbb, amivel dolgoztunk, és amikor a főiskolát elvégeztem, eléálltam, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép az, amit csinálsz, édesapám, de én máshogy szeretném. És elkezdtünk szarvasmarhával foglalkozni. Átváltottuk a birkát szépen először magyar tarka fajta szarvasmarhára. Jelenleg 800 anyatehénnel dolgozunk. A 800 anyatehén 1600 hektáron legelészik, és ezeket rájöttünk, hogy most már lábon nem tudjuk térítgetni, és nem tudjuk dolgozni vele, ezért elkezdtünk lovakat tartani, és az én gyermekkori álmomat össze tudtuk hozni, hogy lóval tereljük a marhákat. Teljes cowboy stílusban élünk, mert ez az a stílus, ez az a lovaglási ág, ami igazából a marhatenyésztés és a marhák körüli munkával kapcsolatos. Próbáljuk a hús kihozatalt a legoptimálisabban kihozni, hiszen tervben van egy vágóhídnak az építése, ahol egy olasz technológiával érlelt marhahúst fogunk előállítani, egészben érleljük majd a marhákat. Ugyanúgy, ahogy én beleszülettem ebbe a gazdaságba, remélem, hogy a gyermekeim is ugyanilyen szívvel fogják vinni ezt a gazdaságot tovább. 13 éves fiam, 10 éves lányom és egy 2 éves pici lányom van. Mind a hárman lovagolnak, mind a hárman élnek, halnak az állatokért, úgyhogy tovább lesz szívvel a gazdaság, most már látom.